nagyon hálás vagyok az intézetnek, mert 2 hetet töltöttünk itt, és nagyon inspiráló volt a környezet. Nem csak az intézet falain belül dolgozni, ahol nagyon kedves volt velünk mindenki, és tényleg, ha kértünk valami könyvet vagy anyagot, akkor rögtön minden munkatárs rögtön kereste, és már másnap ott volt. Úgyhogy mindent a kezünk alá adtak, de a város is nagyon inspiráló volt, és aztán elmehettünk innen Keszthelyre, és akkor ott megnéztük Szendrei Júlia, ugye Keszthelyen született, és ott is nagyon szép előadást kaptunk a kisháznak a gondozójától, és gyakorlatilag ez az egész inspiráció most itt kiteljesedett. Mi nem vagyunk kutatók, hiszen nagyon jeles történészek előttünk már nagyon sokat foglalkoztak Júlia életével. Inkább mi az Ágnessel a konstellációkat, az összefüggéseket próbáltuk keresni és kutatni, és azt hiszem, hogy ebben értünk el eredményeket, úgyhogy mi erre vagyunk büszkék, és meg a csapatra, mert nagyon jó volt velük együtt dolgozni. Valószínűleg az oktatásban megismert Petőfi képet is átrajzol, ez is cél volt? Igen, mindenképpen. Petőfiről nagyon sokat tudunk, ugye most készült egy film, ami elmeséli, meg előtte is ugye azt tudjuk, hogy hogyan született a nagy híres vers, a Talpra magyar, és mindig egyedül látjuk őt, csak azt tudjuk róla, hogy kokárdát varta a Júlia. És innentől kezdve üres lap, és az a fájdalom, meg szenvedés, meg az az öröm, meg ez a két gyerek, mert gyerekek voltak, főleg Júlia, és ahogy elindulnak és menekülnek Budapestről, és aztán az utolsó pillanatok, amit mi végigkísértünk, ugye a tordai hasadéknál, ahol utoljára jártak. Ugye akkor szült Júlia, nem régen, nem érezte jól magát, pici volt a gyerek, és mi bizony autóval mentünk el a tordai hasadékhoz, Tordáról, abból a házból, ahol Miklós Miklóséknál ők megszálltak. Hát bizony ők, ha kocsival is mentek, lovaskocsival, az nem kis út. Úgyhogy én nem tudom, hogy ezeket egyáltalán hogyan bírta ki egy ilyen fiatal nő. Itt a Várszínházban megint egy különleges produkcióval készülsz. Igen, Járai Mátéval közösen hoztuk létre ezt a produkciót. Ugye a Rapszódia az olyan különböző zenei művek összetorlódása, és ez is olyan, hogy különböző emberi, női és férfi karakterek ábrázolása különböző helyzetekben, és rácsodálkozunk, hogy mennyiféle férfi és nő van, és mindig más helyzetekben látjuk őket.